együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Kezdetét vette a Restart. Kérem szépen, hát szevasztok! Elindult a Restart élőben, egyenesben. Nem világít a tallim, az baj. De semmi nem világít, hogy látom, ott elment a kijelző az elején. Tehát figyeled? Látod? Érzed? Érzékeled, Krisztián? Köszöntök mindenkit, tehát a Restartot látjátok, informatikai segítség nyújtó műsorunk, ránk is ránk fér egyébként, némi informatikai segítség. Küzdünk ám elég rendesen, kérem szépen itt a nyári közvetítési projektünkkel. Hát az internet az folyamatosan megtréfál bennünket, tehát technológiailag még van hova fejlődni, azt hiszem itt a mobil internet terén, de most ezeket hagyjuk, ez az én problémám, ekkora fejem tőle, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, viszont ebben az egy órában rátok koncentrálok, úgyhogy tessék nyugodtan csörögni, telefonszámunk is van 44 51 3 49, ezt használhatjátok itt a műsor alatt, ha kérdés van, hívjatok, ezen kívül megyek rögtön a Skype-ra, tv.fixhd, ez a Skype-os címünk, és ugye megígértem, hogy beállítom, de nem volt időm, úgyhogy most fogom beállítani, hogy biztosan halljatok engem, és én is hallalak benneteket, ugye? Úgyhogy aki hív, akkor egy kis türelmet, és mindjárt be fogom állítani, hogy minden stimmeljen, és ti is halljátok, amit én mondok, meg mi is halljuk, amit ti mondotok. Ezen kívül Facebook oldal hegyeink vannak, hát legalábbis kettő, amit itt a műsor folyamán szoktam emlegetni. Az egyik a televíziónk Facebook oldala, amelyre várjuk a lájkokat, illetve természetesen a hozzászólásokat itt a műsor alatt. Az a Skype-unk, facebook.com/fixhd, ezt tessék tehát beírni a böngészőbe, és lájkoljatok minket, ha még nem tettétek volna meg. Érdemes, most már az elég sok lájkunk van, jó kis közösség van itt kialakulóban, vannak trollok is, természetesen, mint minden jó közösségben, de hát ezt nézzétek el, remélem nem zavar benneteket, mi megszoktuk már, időnként persze néha-néha egy-egy ember kell, köztük én is néha felhúzom az agyam, hogyha valaki hülyeségeket írogat, de megvan erre a megfelelő módszer, ki lehet bannolni az embereket, úgyhogy csak módjával szépen lehet. Egy ideig bírjuk a feszkót, egy idő után meg teszünk ellene, ugye ez így szokott működni. Úgyhogy így tessék trollkodni az oldalunkon. Én azt gondolom, hogy a mi kis közösségünk az értelmes, normális emberekből áll, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad. Tessék nyugodtan, tehát kérdésekkel, hozzászólásokkal a Facebook oldalunkon hozzánk fordulni, illetve hozzám itt a műsor kapcsán, más műsornál, meg természetesen az egyéb műsor készítőihez. És tessék rászokni a Facebookra, hiszen lassan indul a nyári projektünk, amiről már beszéltünk nektek a gumiszobában is, illetve itt a műsorban is, és élőben jelentkezünk majd a városból. Hamarosan majd egy promót is láthatok ezzel kapcsolatban egyébként itt a televízióban. Bevesszük a várost, úgyhogy élő, interaktív magazin műsorral fogunk jelentkezni a Restart után nem sokkal majd, június 17-től. Úgyhogy várjuk mindenképpen azt, hogy legyetek itt a Facebookon és legyen aktivitás, hiszen teljesen interaktívra szeretnénk a műsort csinálni, tehát akár a helyszínre is ki lehet látogatni, ahol éppen vagyunk, de akár a Facebookon is, illetve az interneten keresztül is figyelemmel kísérhető lesz majd a műsor. Na, a hangbeállításokat, mint mondtam, megoldom, úgyhogy egy pillanatot, türelmet kérnék szépen Krisztől, de ha minden igaz, akkor már itt is vagy, úgyhogy akkor veled kezdjük. Jó, Krisz, mert tegnap is hívtál, tudom, és nem igazán tudtam beszélni, de reméljük most sikerül. Szevasz, hallasz minket? Szervusz, ó, király, most már mi is hallunk téged. Na, hello, mi újság? Szép napot. Na, az lenne, hogy lenne nekem Windows old mappám, és megpróbáltam letörölni, de az Istennek nem megy, mert valami system problémája van. Várj, Windows mappát törölni akarsz? Igen, old. Hát ne old. Ja, old. Aha, hogy az old mappát. Hát igen, figyelj, az azt jelenti, hogy úgy telepítetted fel a Windows-t, hogy a régit alatta hagytad, ugye? Igen. Azt se fogja engedni csak úgy letörölni egyébként. Tudom, rájöttem, csak az a helyzet, hogy átfogtam másik gépbe, másodlagos vinyónak, és úgy se enged letörölni. Aha, hát formázd meg, az nem jó? Hogyha hát megformázod nem a komplet vinyót, mert akkor biztos törli. De tényleg csak akkor, hogyha nem kell a rajta lévő Windows, mert különben utána nem fogod tudni használni. Ezt tudom, ez a baj, hogy ha használnám a Windows-t, és úgy akarnám letörölni, mert 18 gigát elfog tőlem. Aha.
és mit nem enged törölni egész pontosan? Tehát valamelyik fájlra hisztériázik, gondolom. Igen, igen, ugye? System, azt írja, hogy System Park. Az még egy mappa. Tehát igen, a Windowson belül van még egy mappa. System 32-ben a System Park. Aha. Hát figyelj, mondom, azért nem fogja engedni, mert ő azt aktív Windowsnak érzékeli, és hát gyakorlatilag hiába nem ő fut, ettől függetlenül a másik Windows-t sem, tehát a másik Windows-t is védi, hogy úgy mondjam, hogy ne nagyon törölgessen onnan senki, mert ugye akkor nem lehet majd későbbiekben használni. Tehát ezt nem fogod tudni csak így kézzel letörölni, meg nem is szabad igazából. Tehát ezt ha mindenképpen úgy szeretnéd használni, hogy másodlagos Winchesternek, akkor célszerű lenne leformázni teljesen, újra húzni rá a Windows-t, hogyha esetlegesen azon is egy Windows-t szeretnél, és akkor úgy használni, de ezt a Windows old mappát se célszerű törölni. Na nem másodlagos vinyónak használnám, hanem ez az elsődleges vinyóm, csak átraktam egy másik gépbe másodlagos vinyónak, hogy le tudjam törölni az old mappát. Ja, értelek, értelek. Aha. Hát nem tudok rá így hirtelen mit mondani. Tehát valószínűleg egy rendszerfájról beszélünk, amit ugye valamiért használ a Windows, ugye valamiért használatban van, és azért nem engedi törölni, hogy miért van használatban. Azt az előbb elmondtam gyakorlatilag, mert azért, mert attól függet, hogy nem ő az aktív Windows, mivel érzékel, hogy van ott egy régebbi, vigyáz arra is, azért nem engedi törölni. Igen, de ha már így is letöröltél mindent, akkor már így sem fog elindulni, tehát tök mindegy. Igen, letöröltem. Úgyhogy mivel törölsz? Total Commanderre? Azzal is próbáltam, meg simán a Windows-ról is, sehogy nem megy. És mit dob vissza? Access deny? Tehát hozzáférés megtagadva vagy? Igen, igen, igen. Mm-hmm. De hogyha rendszergazdaként csinálom, akkor is ugyanazt. Jó, hát akkor hagyd ott. Nem tudom más mondani így hirtelennyében. Mindegy, azért dobjuk fel a kérdést. Jó, földobjuk. Vannak ilyenek, nem véletlenül nem szabad a rendszer mappákból törölni egyébként, én csak ennyit tudok rá mondani. Biztos van rá megoldás, hogyha mondjuk csökkentett módba bútolsz be esetleg, akkor szerintem... Hát de a Windows 8-ról nem tudom, hogy kell csökkentett módba bebútolni, az a baj. Szerintem ugyanúgy. Nem, sajnos. Nem? Én azt úgy tudom, hogy ugyanúgy kell, tehát ugye, hogy F8-at nyomsz a bútolás kezdetén, és szerintem ugyanúgy kéne, de ha nem, akkor ezt is földobtuk. Jó, köszönöm. Jó? Oké, köszönöm, hello. Máshogy kellene csökkentett módba lépni Windows 8-nál? Nem tudom igazából. Nincs. Bevallom őszintén, és ez egy kicsit szégyen számomra, illetve hát... ahogy nézzük, de nincs tapasztalatom Windows 8-al túl sok. Én még azt mondom, még mindig várok ezzel a Windows 8-as mizériával, szerintem nem vagyok vele egyedül, úgyhogy azért igyekszem segíteni, tehát utána olvasgatok, de ilyen szinten még nem, hogy ott például a csökkentett mód máshogy lenne szerintem egyébként. Lehet, ha valaki tudja, akkor földobtuk, jó? Csabit visszajelöljük, és nyugodtan csörögjetek akkor nekünk a továbbiakban is. Kihagytam, hogy nekem is van egy Facebook oldalam, azt is lájkolhatjátok, illetve követhettek, ha van kedvetek, ez a facebook.com/vendifix címen érhető el. Várom ide is a lájkokat, tessék nyugodtan rányomni, hogyha arra jártok. Én mindenféle érdekességeket szoktam oda posztolgatni, ma is tettem ki egy műsort, amit tegnap sikeresen megnéztem az interneten, YouTube-on fönn volt egy show műsor. Hát kérem szépen, tudnak show műsort csinálni Amerikában, én úgy érzem, hogy ilyenkor érzem azt, hogy sehol nem vagyunk egyébként itt Magyarországon. Érdemes megnézni, jó? Úgyhogy facebook.com/vendifix, nézzétek meg. Komplett műsor fent van a YouTube-on, én is onnan linkeltem be. Aztán, a weboldalunkat gondolom én már nem kell mondanom, nézzétek nyugodtan, és ott is a videótárból visszanézhetőek a műsoraink, illetve élőben is tudjátok a neten nézni. Még mindig sokan kérdezik tőlem, utcán néha megállítanak, és kérdezik, hogy mi van a fixál. Hát mondom, van, működik. Jaj, mert hogy ő nem látja, mert neki ilyen meg olyan szolgáltatója van, gyerekek. Internet, én mindig ezt mondom, internet már mindenhol van, az embernek a telefonján, a táblagépén, a mindenhol. Tessék a www.fixtv.hu oldalt beírni, vagy fixhd.t, és ott lehet nézni HD-ben is akár, úgyhogy senki nem marad le semmiről, úgyhogy nyugodtan tessék azoknak az ismerőseiteknek is ajánlani, akik esetleg kábelen nem tudnának bennünket nézni. Nézhetnek mobilon, okos tévén és neten keresztül is minket, úgyhogy a címeket tudjátok, tessék használni egész bátran. És persze kérdezni is lehet, itt van velünk, azt mondja, hogy Krisztián, aki azt írja, hogy tegnap beszéltem arról, hogy egyre több technikai eszközzel van dolgunk, és hogy egyre jobban csökkennek a fogyasztások. Viszont tehát, hogy minden most már ilyen energiatakarékos, ugye, és hogy erre cáfolít rá Krisztián egy cikkel, amiben egész pontosan egy
videókártyát, ha jól látom, egy videókártyát, nem, egy processzort, ami lehet, hogy egyébként, igen, nem, egy processzort ajánlít nekünk, úgyhogy, és hogy ezek milyen sokat fogyasztanak, egyébként megnézed, annyira nem, tehát az, hogy 220 watt, tehát az egy ekkora durva asztali gépes megoldásban az annyira nem sok, pláne, hogy 5 GHz-en fut ez az AMD processzor, amiről te itt éppen beszélsz, tehát azért 5 GHz, persze, hogy kell 220 watt, a 4 GHz-en is körülbelül a fele, azért nem árt, de itt most én arról beszélgettem, hogy táblagépek, mobilok, meg ilyesmi, tehát ugye itt az aksi fogyasztás kapcsán mondtam ezt, hogy nem fogyasztanak most már annyira sokat ezek az eszközök, tehát egyre inkább igyekeznek a teljesítmény, üzemidő arányt jobbítani, hogy úgy mondjam, hát ez az asztali gépekre annyira nem vonatkozik, hát az asztali megoldásban ugye ott van power, tehát van energia, ott nincs az a probléma, hogy gyorsan lemerül, mert nem aksiról használ ugye az ember, úgyhogy ott nem foglalkoznak ezzel, bár teszem hozzá, azért ott is igyekeznek, de mondom, 5 GHz-nél 220 wattos táp, az szerintem egyáltalán nem sok, ha így nézzük, tehát ez sem mondható nagy fogyasztásnak, a teljesítményhez képest ez egyáltalán nem nagy fogyasztás, úgyhogy oké, mondjuk úgy, hogy részben igazad van, Krisztián, nem mindennek van ilyen, nem mindennek megy le a fogyasztása, de azért a mobileszközöknek, táblagépeknek viszont általában igen. Jó, úgyhogy nyugodtan lehet velem kötözködni, ha jogos, akkor én ezt természetesen respektálom, mint úgy. Na, aztán mi van itt még nekünk? Ja igen, Krisztián már beszéltünk, nyugodtan tessék csörögni. Bevallom őszintén, hírekkel annyira most így kimondottan nem készültem, de azért ránézek a különböző hírportálokra, hogy van-e újdonság, amivel kapcsolatban érdemes lenne beszélni. Hát a kiberbűnözés az ugye ezt a korszakot éljük, úgyhogy megint csak nem lepődünk meg, hogy meghekkelték a Twitter videószolgáltatását, mint legújabb hírünk. Hétfőn egy tinédzser meghekkelte a Twitter az évelején elindult videó megosztóját, amin annak a 6 másodperces korlátját kijátszva egy a megengedetnél jóval hosszabb klippet tett közzé. Mindehhez a leleményes tini a szolgáltatás frissen megjelent androidos alkalmazását használta föl, amelynek visszafejtésével kiderítette, hogy hogyan is működik a klipfeltöltés a Vine-on, ugye Vine-nak hívják ezt a videó megosztót. Utóbbit a jelek szerint a Twitter mérnökei nagyon amatőr módon tervezték meg, ugyanis a feltöltési időkorlátot a szerver oldalon nem ellenőrizték, hanem csak a kliensben kényszerítették rá a felhasználót arra, hogy csak bizonyos hosszúságú videókat adhat meg. Így utóbbi kijátszásával, illetve egy saját feltöltő program írásával a fiatal hacker sikeresen tudott egy teljes videóklippet megosztani a Vine-on, egész pontosan Rick Astley Never Gonna Give You Up című klipjét osztotta meg. Érdekes, hogy egy ilyen klipet választott, furcsa ízlése van a tínédzsernek, ugye tínédzserek általában nem Rick Astley-t szoktak hallgatni, de akit érdekel, a Vine oldalon meg lehet nézni természetesen. Úgyhogy, de mondjuk azt sem értem, hogy 6 másodperces klip, tehát hogy ez mi? Ez 6 másodperces videó? Tehát, hogy én nem is értem a Twitternek a koncepcióját egyébként. A rövid szöveges üzenetes beviteli mód, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag pár száz karakter írhatsz összesen, képeket nem tölthetsz, most a videó megosztó van, tehát videó üzenetet elvileg küldhetsz, ugye a Vine-on keresztül, tehát az, hogy csak linkelni tudod, mert nem a magán a Twitter oldalon jelenik ez gyakorlatilag meg, és 6 másodperces időkorlát, tehát ők mire optimalizálnak a rövid lényegre törő, végül is az benne van a koncepció, hogy a 6 másodperces videó, amit lehet csinálni, komolyan mondom, mi főcímeink, tehát a csatorna főcímeink hosszabbak, tehát tényleg maximum egy kis animációt lehet ezzel kapcsolatban posztolni a Vine-on. Na, Krisz visszatért hozzánk. Hello! Mi történt? Kicsit félreértett, hogy az átírni szóló cikket, mert csak a processzor fogyaszt 220-at. Igen. És a legjobb alaplap is, AMD 3 pluszos, a 140 topig támogatja csak. Ez itt a probléma. Hát gondolom új alaplap is kell majd hozzá, de itt nem is ez a lényeg, hanem ugye tegnap a mobilokról, meg a táblagépekről itt az üzemidő kapcsán beszélgetünk, tehát az asztali gépeknél ez annyira nem olyan fontos, tehát ugye az ember vesz egy 600 wattos tápot a gépébe, akkor tök mindegy, hogy most a proci 200-at fogyaszt, az alaplap mondjuk még egy 120-at kb, plusz a videókártya, az optikai meghajtók, a merevlemez, ki lehet használni ezt a 600 wattot, tehát nincs azzal gond.
Csak igazából itt az üzemidő kapcsán ugye a mobilokkal kapcsolatban beszéltük azt, hogy egyre inkább csökken a fogyasztás. Igen, de hogyha észre vagy figyeled, akkor mondjuk az Intelnél, mert pont fordítva van, hogy hiába jön neki az újabb szériák, i7-be például az lejjebb megy a fogyasztás is. Hát persze, hát de logikus, tehát minél gyorsabb, annál több a, tehát ugye teljesítmény arányosan a fogyasztása is megy, de ahhoz képest, hogy mondjuk 5 GHz-es processzorról beszélünk itt az AMD kapcsán is, amit te linkeltél ezek szerint, akkor 220 watt egy 5 GHz-es processzornak az egyáltalán nem sok fogyasztás egyébként. Rendben. Tehát ha belegondolsz, hogy a P4-es korszakban a Tualatin magos P3-as meg P4-es processzorok, azok simán 300 wattot ettek, és alig voltak, mit tudom én, 3 GHz-esek, és még P4-es korszakról beszélünk, akkor ahhoz képest egy körülbelül, hát majdnem 50-szer olyan gyors processzor, mert amit itt linkeltél, az körülbelül 50-szer gyorsabb mondjuk egy régi P4-es processzornál, hát ahhoz képest meg fogyasztásban hol vagyunk, tehát? Csak mondjuk nekem 8150-es van, uh-huh. És az 125 watt-ok, igen. És 4-8-ig én is megbírom húzni, stabilan úgy. Igen, de akkor többet is fogyaszt, ezt ne felejtsd el, tehát ezek a gyári adatok. Tehát mondjuk 3,6-4 GHz közötti fogyasztáson egy AMD proci, de az Intel is kb. Itt van, valamivel azt talán picit még kevesebbet is fogyaszt. Az körülbelül egy ilyen, ahogy te is mondtad, egy ilyen 120-125 watt, vagy 150 watt között fogyaszt. Ha húzod, akkor természetesen ott a fogyasztással nem tudsz mit csinálni, tehát az magasabb lesz. Igen, igen, igen. Úgyhogy hát ezért is kell egy nagyobb táp bele olyankor. Csak, igen, csak alaplapot váltani kell, hiába. Meg alaplap is, igen, mert hát, hiába írják, hogy 3M3 pluszos lesz, de szerintem nem. Igen, csak az a baj, hogy az FSB memória, a memóriáknak az órajele ilyenkor minden emelkedik, az kérdés, hogy ki bírja-e. Tehát azokkal is, arrokra is figyelni kell. Úgyhogy a tuningolással csak okosan, óvatosan. Ezt én így mindig szoktam mondani. Oké, okay. Köszi Krisz, hello. Na, megyünk tovább. Nyugodtan kérdezzetek. Azt mondja, hogy Attila, az előbbi problémára a Windows telepítő lemezzel kell formázni a HDD-t, majd nem folytatni, hanem kiszedni a formázott HDD-t és kész. Igen, de ő használja rajta a Windows-t, tehát akkor nem kéne megformázni, ugye, hanem csak le kéne törölni, mert két Windows is van a gépen, és az egyiket használná, ugye Krisztián, csak az old mappát akarja letörölni, és az abban lévő szisztemmel hisztériázik. Nem igazán, csökkentett mód, én azt gondolom, abban lehet talán törölni ezeket. Csökkent, igen, F8, de ezt mondom, tehát gyakorlatilag itt be is linkelt egy másik Krisztiánunk, úgy látszik Krisztián nap van, és még az én kedves asszisztensem is Krisztián, úgyhogy... Szóval igen, tehát a Windows 8-nál ugyan változott a kinézet a csökkentett módnak, de ugyanúgy F8-al kell belépni, én úgy látom. A Windows operációs rendszerek csökkentett módba való elindításának régi jól bevált módszer az F8 billentyű megnyomása bútolás előtt. A Windows 8 felhasználóknak meglepetést okozhat, ha szükségük lenne a csökkentett módra, de az F8 gomb megnyomásával semmi nem történik. Na várj, akkor mégsem. Természetesen nem lett eltüntetve a rendszerből a csökkentett mód indításának lehetősége. Következő féleképpen lehet bemenni csökkentett módba. Ha a működőképes állapotban van a rendszerünk, akkor két opció közül választhatunk, hogy újraindítás után csökkentett módba induljon a rendszer. Ez mostában jellemző egyébként a mobilokra is, tehát ugye például a recovery módba akar bemenni az ember, akkor lehet úgy újraindítani alapból mondjuk a táblagépet, mobilt, hogy recovery módba lépjen be, már akinek van olyan ugye, hogy ha esetleg rútolt készüléketek van, vagy ilyesmi, mert ott abba lépbe, de egyébként nem csak rútolt készülékekbe is be lehet úgy lépni, hiszen például, hogyha a rendszer újra installálsz, akkor gyakorlatilag ez történik. Ott nem recovery módban, hanem azt hiszem update módba indul újra, tehát gyakorlatilag ott lehet frissíteni, ha mondjuk USB-n keresztül, vagy a rajta lévő operációs rendszert húzod újra, akkor is van egy úgynevezett hát recovery módban való újraindítás, de ez a mobiloknál van, Windowsnál is van egy ilyen, alapból újra tudod úgy indítani, ott az msconfig parancsba kell, illetve az msconfignál kell gyakorlatilag megadni a segédprogram elindítása után, menjünk be a rendszerindítás újra, válasszuk ki az operációs rendszerüket, majd a biztonságos indítást jelöljük ki. Kattintsunk az alkalmaz gombra, majd bezárjuk az alkalmazást, rákérdez, hogy szeretnénk-e újraindítani a rendszert, ha szeretnénk, akkor válaszoljuk igen, ha nem, akkor logikus módon nemmel, újraindítás után pedig már csökkentett módba fog újraindulni a rendszer. Aztán a másik megoldás, szintén ugyanez ilyesmi, a következő a helyzet, ismét szükségünk lesz a rendszer konfigurációs segédprogramra, tehát az MS-konfigra,
úgy szintén futtatásba, tehát MS config. Most annyi dolgunk lesz, hogy kivesszük a pipát a biztonságos indítás elől, és a rendszerindítás fülön, és a rendszer következő bootoláskor már nem csökkentett módba fog elindulni. Tehát, hogyha utána újra szeretnénk, hogy ne csökkentett módba induljon, mert azt benhagyjuk a pipát, akkor állandóan csökkentett módba fog újraindulni. Másik lehetőség a csökkentett módba való indításhoz, az pedig a gépházban rejtőzik. A gépház megnyitásához elő kell hívnunk a Charm Bar beállítások részét a Windows I gomb megnyomásával, majd alul kattintsuk a gépházra, sikeresen megnyitottuk, bal oldalon válasszuk ki a kategóriák közül az általánost, majd jobb oldalt keresünk meg a speciális újraindítást. Hát tényleg jó megcsinálták, tehát nem bonyolították túl tényleg. Gépház! Látjátok? Tehát, hogy ott tartunk, hogy Windows 7-es emberkék, akik ahhoz szoktak, mint én is, azt se tudják, mi ez a gépház. Ugye? Márpedig a Windows 8-nál van ilyen. Mielőtt rákattintanánk az újraindítás gombra, ott a gépházban ugye a jobb oldalt, itt képekkel is tudom egyébként mutogatni, csak hogyha valaki esetlegesen kíváncsi képileg is, mert lehet, hogy így a mondani valomból nem teljesen látja. Na, mi van? Én látlak, igen, Krisztián, ne aggódj. Ottan vagyok én. Kicsit belenagyítok, hogy mindenki jól lássa, jó? Tehát, ugye itt láttuk az MS Config-ba a történetet, mindjárt mutatom, mint az előbb beszéltem, tehát rendszerkonfiguráció, és itt a rendszerindítás, és itt a biztonságos indításnál beállítani a minimális, tehát ugye a csökkentett módot. Aztán, ugye akkor itt újraindul, ezt mondtam, hogy csökkentett módba indul újra, stb. Itt megint csak belépünk, kiszedjük a fület, és akkor utána normálisan fog indulni. És a másik lehetőség, amit most láttok, ez a bizonyos gépház, tehát amit a Windows I gombbal lehet előhozni Windows 8-nál, ott az általános, és utána az általánoson belül alul találtok jobb oldalt, egy speciális rendszerindítás menüpontot, és mielőtt az újraindítás gombra nyomnánk, zárjuk meg minden alkalmazást, és kérdés nélkül ki fog jelentkezni a rendszer, a kijelentkezés után pedig a következő tárul elénk. Itten vannak a kijelentkezési módok, és akkor itt lehet másik operációs rendszer használata, hogyha esetleg többet használunk, itt van a hiba elhárítás, ki lehet kapcsolni és lehet folytatni a Windows futtatását úgy, ahogy van. Most nem szeretnénk minden egyes lehetőséget bemutatni, de gyakorlatilag a hiba elhárításnál lehet a Windows lehet visszaállítani, ellenőrizni, itt lehet gyakorlatilag rendszerdiagnosztikát futtatni a Windows-ra. Hát szépen szétbonyolították egyébként. Most már aztán pláne várunk még ezzel a Windows 8-al, én úgy érzem, jó? Köszönjük szépen! Úgyhogy ennyi a történet nagyjából ezzel a kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm Verciki Krisztián Richárdnak, hogy belinkelte ezt az oldalt nekünk. A Facebookon megtaláljátok, ha ez most itt nem lett volna egyértelmű az én mondani valómból. Na, aztán a low-level format mire való? Szerinted van-e értelme újratelepítés előtt kill disk vagy hasonlók? Mit csinál az pontosan? Gyakorlatilag bitről bitre formáz. Tehát a low-level format az igazából egy olyan formázás, amikor nem tesz rá file rendszert, csak egyszerűen megfogja és a logikai táblákat mondjuk úgy, hogy fizikai táblákat a logikaihoz igazítja, nem fordítva, logikai táblákat a fizikaihoz igazítja. Ilyenkor az történik. Tehát ez egyfajta olyan particionálás, ugye normális esetben particionálsz, és utána formázol. Ugye ezt csinálja egy operációs rendszer. A low-level formatnál nem ez történik, az egy felületi formázás, ténylegesen lekaristolja a Winchester, tehát újra rendezi a szektorokat, mindent, hibás szektorokat szintén megjelöli. Óvatosan ez a low-level format, a mai vinyók annyira nem szeretik. Ez egy régi eljárás, mai Winchestereknél nem nagyon célszerű, vagy nem, inkább nem. Nem is nagyon szokták egyébként most már BIOS-ba berakni, ezt a BIOS-ba lehetett ilyen low-level formatot csinálni. Illetve persze van rá szoftveres megoldás, tehát oprendszer alól is valóban lehetett ilyet csinálni. Linux alatt még most is lehet. Nem javaslom. Oké? Okay. Aztán érdekes koncepció, ez a 6 másodperces videó, ez Gábornak is feltűnt, de vannak, akik megtalálták a lényegét, és így érdekes ilyen 6 másodperces kis videók születtek, ami 3 perc 42, mert a YouTube-ra átlinkelve már azért megvan a hosszabb verziója, valóban, ez tényleg promóciónak jó, másnak igazából szerintem nem.
Tehát ilyen kis minimál videókat lehet csinálni 6 másodpercben. Erről van egy ilyen kis vicces összeállítás itt egyébként, amit Gábor linkelt, úgyhogy akit érdekel, nézzétek meg. Jó. Oké, és menjünk tovább akkor a hírekkel. Picit beszéljünk a Google szemüvegéről, mert már talán egy-két hete nem is volt róla szó. Még mindig egy évig megjelenik, tehát még majdnem egy év, de azért vannak híreink. Csak pár óráig volt elérhető a Google szuper szemüvegének készült első, hát felnőtt tartalom. Tehát már felnőtt tartalmat csináltuk a Google szemüvegére. Jó? Hát nem tudom ezt mennyire nem teszünk ki karikát, nézzétek el. Tamásnak üzenem, hogy legyen elnéző, ha nézi a műsort. Csak alig pár órán keresztül volt elérhető és letölthető a Google szuper szemüvegéhez, ja, 12 évesek menni aludni most, szuper szemüvegéhez kapcsolódó piactérről az első új eszközhöz készült pornó alkalmazás. Miután a kereső óriás röviddel a szoftver publikálását követően letiltotta azt, erről maga a fantáziának viszonylag kevés helyet hagyó Tits and Glass nevű alkalmazás készítője, Mikandi jelentette be a hivatalos blogján hétfőn, hogy csinált egy ilyen alkalmazást. Hát valahol mit lehet vele csinálni? Le lehet vetkőztetni a néniket a szemüvegünkkel. Tehát ez az alkalmazás lényege. Azért lett eltávolítva a piactérről, hiszen a szabályzat súlyos megszegése ilyen jellegű alkalmazások publikálása. Nyilvánvaló, hogy ezt a Google pontosan az új app miatt változtatta egyébként meg, vagy az ilyen új appok miatt változtatta meg, méghozzá a múlt hétvégén minden előzetes bejelentés nélkül, hogy ezt ugye tőlük már megszokhattuk, tehát változtak még az irányelvek kicsit. Mikandi, aki az alkalmazást csinálta, ő szerint nem sokkal apjuk feltöltés előtt még ellenőrizték a szabályzatot, aminek akkor még teljes mértékben megfelelt a programjuk. A Google által a hétvégén bevezetett változtatások azonban már egyértelműen kizárták az alkalmazást, vagy bármilyen más felnőtt jellegű tartalmat kínáló társának megjelenését a Glass eszközön. Tehát szemüvegre írnak már alkalmazásokat, kérem szépen. Ugye, pedig még meg se jelent. Tehát ez mondjuk abból a szempontból jó, mert ha majd megjelenik, és majd mi halandó emberek is hozzájuthatunk, ha hozzá akarunk, akkor már azért lesz rá legalább egy jó pár alkalmazás. Tehát nem ott állunk, hogy van egy szép szemüvegünk, és nem tudunk vele mit kezdeni, hanem már valószínűleg itt egy év alatt azért arra jó lesz ez a történet, hogy sok alkalmazást is írnak rá, meg remélhetőleg egyébként a jelenlegi becslések szerinti elég borsos ára azért majd nem lesz ennyire borsos. Csak meg kíváncsi leszek, hogy akkor az emberek hogy fognak tényleg közlekedni, tehát majd mindenki ilyen szemüveg lesz. Tehát most már nem az alma telefon lesz a divat, hanem majd a Google szemüveg. Mindig lesz valami hóbort, aminek lehet hódolni. Na, tehát ennyi a lényeg, hogy felnőtt tartalmú alkalmazás is van már, kérem szépen, ami persze most már nem elérhető, de ilyenekkel is próbálkoznak emberek. Nagyon ráérnek, nem? Tehát, hogy valaki ezért fizet nekik? Hogy ilyen alkalmazásokat írnak? Vagy hogy lehet ebből megélni? Én is írnék olyan alkalmazásokat, hogy csinálnék mondjuk. Hát nem csinálnék egyébként, csak így elfantáziáltam azon, hogy egyébként, hát persze, ez mozgatja az életünket, ugye? Most a felnőtt tartalmak, hát most nem feltétlenül a felnőtt tartalmak, de ez mindig mindenkit érdekel, tehát nem véletlen, hogy ezek a vállalkozások, ezek működnek, és előbb-utóbb mindenhol, mindenre, minden eszközre lehet ilyen programokat letölteni már. Na, aztán van itt egy érdekes japán találmány, amiről szintén kéne, hogy beszéljek nektek, méghozzá tapinthatóvá teszi a virtuális tárgyakat egy új találmány. A japán kutatók kidolgoztak egy berendezést, amelynek segítségével végre a valóságban is tapinthatóvá válnak azok a tárgyak, amik a valós életben nem, hanem mindössze csak a számítógépen belül léteznek. Bár a koncepció és az ötlet nem teljesen új, a szerkezet annyiban forradalmi, hogy minden korábbi hasonló megoldásnál életszerűbbé teszi a tapintás élményét. Mindezt egy olyan szerkezet teszi lehetővé, amelyben a felhasználónak egy ujját kell behelyeznie, és ennek mozgatásával tudja csak a virtuális környezetben létező tárgy szimulált sajátosságait kitapintani. A tárgy életi határait, tehát ugye, hogy egyáltalán mennyire valós, anyagát és textúráját a szerkezet azon keresztül teszi
érzékelhetővé, hogy a különböző fokú ellenállást fejt ki az ujjunkra, amilyent akkor is tapasztalunk, ugye, hogyha a valóságban megérintünk egy tárgyat, a szilárd, vagy a szilárdhoz közeli állapotú objektumról beszélünk, hogy a vizet hiába érintgetjük, az más érzést kell, de az gyakorlatilag nem teljesen tapintás, hogyha a vizet tapicskoljuk, ugye, hanem mivel az egy vízállagú anyag, mindegy, nem menjünk bele a fizikai részébe, tehát szilárd tárgyakat lehet megtapintani logikus módon. Hasonló megoldások már korábban is léteztek, a japán szerkezet azonban ennél jóval pontosabb és határozottabb pontosabban és határozottabban képes a megfelelő ellenállást az újra kifejteni, ami ráadásul teljesen természetes módon mozgatható is, forgatható a felhasználó által. Így nem csak a tárgy alapvető alakját, de még annak a textúráját, például a bordázott vagy szövetszerű felületét is ki lehet tapintani, teljesen életszerűen működik a dolog. Hát van itt egy kis videó, amiben belenézhetünk, hogy egész pontosan hogy is néz ki ez a dolog. Nem tudom, mennyire fogjátok látni, de szerintem érzékelhető így is. Tehát így néz ki a cucc. Hát képileg ugye logikus módon ebből lehet, hogy nem sok jön át, itt tényleg a tapintás lenne a lényege. Itt magyarázza a kutató, hogy miről is van szó, beletekerek. Itt a működési elve gyakorlatilag. Ennyi a dolog lényege, hogy a gyakorlatban ezt hol lehet használni. Na, beszéljünk akkor erről egy picikét. A szerkezetet elsősorban látássérültek számára találták ki, illetve hát őket segítheti, hogy csak a számítógépen modellezett tárgyakat is tudják észlelni, de továbbfejlesztett változat a kulcsszerephez juttathatja majd a kiterjesztett, illetve a virtuális valóság rendszereket is gyakorlatilag. Igen, tehát ha belegondolunk, ugye a látássérültek, vagy ugye a teljesen vakok nem látják a tárgyakat, viszont tapintani tudják őket, tehát úgy ki tudják találni, mondjuk ez egy pohár, amit most itt éppen fogok. De ha ez csak egy számítógépen megjelenő pohár lenne, akkor ő ugye hiába tapintgatja a képernyőt, ő nem tudja, mi van rajta. Tehát így meg már gyakorlatilag egy számítógép által mutatott képet is ki lehet tapintani, és azon tényleg egy pohár van, és esetleg ugyanolyan felületen, vagy olyan hatást kelt, hogyha az ember az ujjaival ebben a bizonyos virtuális térben nyúkál ahhoz a virtuális pohárhoz, akkor gyakorlatilag, most ez hülye hangzik, de láthatja a számítógép monitorát is, mondjuk egy látássérült emberke. Érdekes elgondolás egyébként, bár mondom, ezen felül még praktikai, tehát gyakorlati felhasználását még nem nagyon látom. Valóban tényleg majd a virtuális valóságban lehet esetleg ezzel valamit operálni, de hát ez még messze van. A mai virtuális valóság azok inkább egy játék szimulációnak hatnak, mint sem, hogy ténylegesen úgy legyünk. A skifikbe látható ilyen agystimuláló virtuális megoldások, na azok már talán kicsit közelebb vannak ahhoz, amikor ténylegesen mondjuk álmodunk, mert ott azt már valóságként érzékeljük majdnem, ugye? Tehát néha nem tudjuk megkülönböztetni az álmainkat a valóságtól. Ilyet már lehet agyi stimulációkkal ugye csinálni, ezt a skifi filmekben előszeretettel szokták használni, ugye amikor bebújunk a számítógépes játékba, például egy-két J kategóriás skifi filmben már láttunk ilyet, és akkor megöljük a fő ellenséget, majd kijövünk a gépből, és örülünk, hogy az életbe is eltűnt az ellenség, ugye? Tehát, hogy ilyen filmeknek a hada volt a 90-es években, néha még most is csinálnak ilyeneket, lehet rajta mosolyogni, de ami benne van, tehát a mondani valója ezeknek a történeteknek, ez jó, csak hát ugye nem nagyon vevőre az ember, mert nem annyira szórakoztató, inkább érdekes. Az meg nem annyira sok pénzt ér, ugye? Meg nincs benne nagyon nagy sztár, és akkor akkor már megint csak nem eladható annyira a film. Na, nézzük tovább, mi van még itt. Tessék nyugodtan kérdésekkel is felénk fordulni, illetve kérdezni, vagy hozzászólni. Nem mondok ám én itt újdonságokat, ha vannak. Lajos. Lajosnak van itt kérdése. Hello, Wendy, szeretném megkérdezni, hogy az iPad minivel kapcsolatosan van-e véleményed, ha van pozitív vagy negatív, esetleg láttad-e már élőben a kijelzőjét? Sok cikket olvastam róla, de teljesen vegyes a képem róla. Abban reménykedek, hogy esetleg te tudsz valamit mondani róla, főleg arról, hogy a kijelzője nem túl pixelese, ugye 1024x768, az 163 pixel per incses
kijelzője van, engem a 163 pixel inch érték zavar így látatlanba, mivel azt hiszem 300 felett nem érzékelhetőek az ember számára a képpontok. Élőben sajnos nem tudom mostanában megnézni, mert itt a közeli bevásárlóközpontban csak kikapcsolt állapotban vannak kitéve. Sok értelme van így, köszi a válaszot. Hát kérd meg egyébként az eladót, hogy kapcsolja be elvileg, hát meg kéne, hogy mutassa, demózza neked, hogyha te érdeklődsz, ez az egyik, így a hozzáfűzés. Nincs különösebb tapasztalatom, én fogtam már a kezemben, nyomkodtam a rendes iPad-et és a Mini-t is, meg hát többféle táblagépet. Hát megvan az iPad feelingje, csak nekem úgy az a bajom, nekem a Mini-kről már kifejtettem a véleményemet más táblagépek esetében is. Ugyanez a bajom az iPad-ével is, hogy picike, nekem pici. Nem a tapintásával, meg a felbontásával van probléma, mert egyébként ez egy átlagos felbontás egy kicsi táblagépnél, a sima, egyszerű VGA felbontás, illetve ez most már azért QVGA, tehát a 24x768 az viszonylag normális. A 163 pixel per inches felbont, vagy pixel sűrűséget én ezt annyira nem vettem észre, hogy rossz lenne a minősége, mivel kicsi az eszköz, annyira nem veszed talán észre rajta. Hát low budget, mindenképpen low budget abban a nagy testvéréhez képest, de nincs vele különösebb gond, nekem a bajom a méretével van, hogy picit, tehát nekem kényelmetlen, nem kényelmes olvasni, én egyébként is elég rosszul látok sajnos, mondjuk ez az én, nem az én hibám, de nekem kéne tenni ellene, szoktam is vakoskodni, itt nézzétek meg a monitorom is mekkorára van fölhúzva itt, tehát belenagyítva a böngészőbe, azért mondjuk azért is, hogy ti is, hogyha kiadjuk a képet, jobban lássátok és el tudjátok olvasni, meg azért, hogy én magam is, amikor olvasok, lássam, mert az alapfelbontásom már erőlködnöm kell, sajnos rossz a szemem. Úgyhogy ugyanez a bajom a kicsi kijelzőkkel a táblagépek esetében is, hogy a 10-szolos, már a 10-szol körüli táblagépekkel ott azok már kényelmesen használtok, és azokon lehet normálisan olvasni, azzal legalábbis még az én szememnek sincs különösebb baj, bár hosszú távon mindegyiknek van, tehát bármekkora kijelzőknél az ember elfárad a szeme. Folyamatosan valamit egyfolytában figyelni kell, ugye ez szerintem mindenki így van, nem csak annak, akinek rossz a szeme. De minél kisebb, annál kényelmetlenebb ebből a szempontból. Úgyhogy nekem ez a véleményem róla, más kimondottan nincs. Tehát maga az eszköz, illetve maga az elgondolás, az egész táblagépes mizéria, és ezzel együtt az iPad által nyújtott lehetőség, ugye az iOS-nek a dinamikája, stb. Az tökéletesen jó, tehát ilyen szinten nem tudok róla egyáltalán negatív dolgokat mondani, inkább pozitívat, de ha én vennék, akkor biztos, hogy nagyobbat vennék, én ezt mondom. Egyébként Andor írja nekünk, hogy Lajos, a vendit ne kérdezd, én is meg tudom mondani, hogy jó a cucc. Abszolút. Aztán másik Lajos írja nekünk, érdekes egyébként, hogy majdnem ugyanaz a nevetek, csak egyikőtök tével írja, a másik TH-val, lehet, hogy te magad írod és válaszolgatsz magadnak, trollkodás folyik, hogy iPad mini az nem férfi kezébe való, nőknek való. Hát, Vagy nem biztos, mit tudom én, tehát nem hiszem, hogy ez így kimondottan ki van találva, szerintem a táblagépek meg az ilyen mobil kütyük azok elég uniszexek, én úgy gondolom, tehát ez nincs így kimondott. Ha csak nem rózsaszín, ugye? Mert most majd elvileg az új iPhone-ból lesznek a rózsaszín változatok, meg hát most is lehet rá olyan tokokat venni, hát igen, az már lehet, hogy nem annyira férfias valóban, de most az, hogy egy fehér vagy egy fekete, ami most kapható ugye változat, az szerintem azzal nincs különösebb gond. Tehát, hogy most az szerintem unisex. Tehát a fehér meg a fekete, az pont annyira fekete meg fehér, hogy tök mindegy, hogy csaj vagy pasi fogja a kezébe, nem? Aztán István van itt velünk. Szia, Vendi, van egy kikapcsolt PC-m, és be tudok lépni a routerbe. Kiadhatok a routeren belül egy olyan utasítást, vagy parancsot, amelyet bekapcsol a gép, vagy olyan impulzust ad felé a hálókártyának. Gondolok itt például valamilyen Magic paketre, vagy nem tudom, alvó állapotban meg tudom oldani vékon LAN-nal, de nem ez a probléma, válaszolt előre is, köszi. Hát igen, ez a vékon LAN-os megoldást lehet a PC-knél alkalmazni, én nem teljesen gondolom, hogy ez normálisan működne, tehát én ilyen Magic packets, jól hangzik, de hát lehet olyat csinálni, tehát a vékon LAN-t bekapcsolod, akkor elvileg, ha mondjuk a routereden belül bemész a routerbe, és általában vannak ilyen utility-k benne, tehát lehet pingelni, meg transroutolni általában benne. Ha megpingeled a gépedet, bár a kikapcsolt állapotban, akkor nem fog válaszolni a pingre, tehát ezért érdekes a dolog.
hogy... Jó kérdés, dobjuk fel. Jó? Routeren belül nem tudom. Egy bármilyen hálózaton lévő gépet, ha ki van kapcsolva és vékon LAN-ban, akkor valamilyen úton módon be lehet kapcsolni. Ugye a broadcast adresszen keresztül küldesz neki egy adatot, ugye amikor netszendel Windows alatt, akkor elvileg ő bekapcsol. Ugye fizikai címre kell küldeni. Nem tudom, a routerbe lehet a fizikai címre kimondottan küldeni. Szerintem nem lehet. A ping meg nem fog válaszolni, mert ugye kikapcsolt állapotban van a gép. Ha teljesen ki van kapcsolva a módban, akkor logikus módon működik, de teljesen kikapcsolt gépet szerintem ilyen módon nem nagyon lehet bekapcsolni. Én úgy tudom. De ha valaki ezt másképp tudja, akkor segítsünk Istvánnak. De egyébként miért akarsz ilyet? Tehát miért jó ez, hogy bekapcsoljuk a gépet? Mert az, hogy kikapcsol magától néha, vagy úgy értem, hogy egy adott időben az oké, hogy bekapcsol. Nehéz koordinálni, mert ugye oprendszer alól tudnál ilyeneket valamilyen programmal megoldani, adott időpontban, vagy valamire, tehát egy hálózati csomagra, vagy mondjuk régebben modemre lehetett ilyet csinálni, hogy felhívod a gépet, és akkor, hogyha modem van benne, csörög a telefon, tehát ergo csörög a modem, akkor bekapcsolja a számítógépet, tehát ilyet lehetett csinálni, de ennek is igazából az alvó módban van értelme, tehát amikor elmegy aludni a gép. Tehát teljesen kikapcsolt állapotban nem igazán lehet ilyet csinálni szerintem. Jó. Menjünk tovább. Megnézzük, hogy milyen híreink vannak még itt nektek. Frissült a Gmail Androidra. Úgyhogy aki Androidot használ, majd biztos jön neki az automatikus frissítés. Ben is, de ha nem, akkor manuálisan is letölthetitek már a Google Play-ből. Ugyanis a Google elkezdte teríteni a Gmail új 4.5-ös verzióját a Google Play áruházban. Néhány hétbe is beletelik, mire a frissítés mindenkihez elérkezik. De természetesen azonnali hatállyal is le lehet tölteni, valaki manuálisan mászik fel a Google Play-re. Az Android Police által kiszúrt és közzétett új verzióban már feltűnik az asztali felületen nemrég megjelent füles újdonság, ami a beérkezett levelek kezelését érinti, ugye erről múlt héten beszéltünk, tehát hogy tematizálja, szűri a leveleinket automatikusan is, persze mi is csináltunk a kategóriákat, nekem alapból van, leszűrve egy-két levél, mondjuk mit a restartos levelek külön mappába mennek, az egyéb céges levelezéstől és így tovább, tehát hogy szépen szétszortírozzuk, erre lesz lehetőség, illetve ezt újították meg benne, hogy ezt automatikusan is meg lehet benne oldani, illetve automatikusan hozzárendel bizonyos füleket. A mobilos mellett a táblagépes felület is megújult, tehát az a táblagépeket is érinti, rengeteg felhasználó miatt több hétbe is beletelhet azonban, mire mindenkihez eljut a frissítés, de ugye már természetesen kézzel letölthető, ahogy az előbb el is mondtam nektek. Aztán megvan a magyarázat, hogy miért volt itt Mark Zuckerberg Magyarországon. Ugye sokanban felmerült a kérdés, hogy vajon miért jött ide hozzánk Mark Zuckerberg, mert hát ugye itt volt már a Bitcointól kezdve mindenféle találgatások, ugye ami szintén egy magyar jellegű találmány, nem teljesen magyar, de magyar vonatkozása is van. De teljesen másokból volt itt Zuckerberg egyébként. A puli miatt jött, ugyanis van neki egy pulia, mint tudjuk, ami egy magyar kutya, és a magyar pulitenyésztőket, illetve egy pulitenyésztőt látogatott meg Mark Zuckerberg a Facebook alapítója feleségével. Egyébként egy amerikai szakembertől vette a saját puliát, Beast-et, ugye Beast-nek hívják a kutyát. Egy olvasó által beküldött képre hivatkoznak ezzel kapcsán, vagyis ennek kapcsán, ahol is ugye a kutyáját van látható a felesége egész pontosan. Kiderült, hogy a Facebook kiagyalója a kisúj szállási puli tenyészetet látogatta meg, a tenyészet tulajdonosa mondta, hogy Zuckerberg nem csak úgy beugrott, a látogatást hosszan egyeztették, beleszeretett egy-két terelő kutyába egyébként még a fiatalember, és most komondoruk után is érdeklődik, tehát mindenképpen magyar kutyusra vágyik, és ha minden igaz, akkor többre is, úgyhogy valószínűleg őt kívánja majd
vagy hát emiatt jött Magyarországra, és majd lesz egy pár magyar kutyája. Még lehet, hogy Komondor, a jelenlegi kutyusa egyébként Beast, 2 éves puli, ennyit tudunk még róla. És hát ő egy amerikai tenyésztőtől származik ugyan, tehát már tenyésztett fajta, de az eredete az ugye még a magyar pulitól származó. Úgyhogy visszajött ide a gyökerekhez gyakorlatilag. Aztán egy komoly értekezés van a HVG oldalán, egész pontosan Erik Schmidt kijelentéseivel kapcsolatban. Ő ugye tudjuk, hogy össze-vissza beszél néha olyan dolgokat, amikre így az ember így felkapja a fejét, hát csak azért, hogy hírbe tartsa magát is, illetve a Google-t is. Hát most megint csak vannak érdekes elszólásai, és hát úgy néz ki, hogy lehet, hogy igaza lesz neki. Ugyanis a következő van, Erik Schmidt Google vezér szerint 2020-ra mindenki rendelkezik majd net eléréssel, ő ezt mondta. Szeret ilyen légből kapott vagy hasra ütöttnek hangzó dolgokat mondani, de úgy néz ki, hogy alá tudják ezt támasztani. Például a Cisco legfrissebb előrejelzése ugyanakkor úgy számol, hogy 2017-re még csak a világ népességének fele jut majd internethez. A Cisco Visual Networking Index előrejelzése szerint 2017-re a világ népességének közel fele rendelkezik majd internet kapcsolattal, Erik Schmidt szerint 2020-ra viszont már mindenki. A vezetékes és a mobil IP forgalom világszinten eléri az évi 1,4 zettabájtos nagyságrendet. A vállalat úgy számol, hogy a globális internet forgalom 2012 és 2017 között meg 3-szorozódik, a mobil adatforgalom pedig a 13-szorosára fog nőni. Tavaly a nem PC típusú eszközök még csak az internet forgalom 26%-át adtak. Ugye ebbe beletartozik minden olyan eszköz, amit a tévék, a mobiljaink, a táblagépeink, a hűtőszekrény, az autó, a nem tudom, amik IP alapon működnek, a routerek, a switchek, amik nem PC-k, tehát nem számítógépekről beszélünk, hanem egyéb más netre kapcsolható eszközökről. 2017-re ez a szám 49%-ra fog nőni, hiszen egyre inkább a PC-ket, mint ahogy már ugye korábban is beszéltünk, lecserélik ezek az úgynevezett céleszközök. A személyi számítógépekhez köthető forgalom átlagos éves növekedési rátája várhatóan 14% lesz, míg a tévék forgalmában 24%, a táblagépekében 104%, az okostelefonokében 79%, az M2M, azaz a gépek közti kapcsolatban, tehát ugye a router switch, amikről beszéltünk, azokban pedig 82%-os növekedés várható. Ez szerint a statisztika szerint. Úgyhogy elképzelhető, hogyha nem is pontosan azt jelenti ez a kijelentés, amit Erik Schmidt mondta, hogy mindenkinek lesz internete, mert ugye van, akinek több is van. Sőt, ha belegondolunk, akkor majdnem mindenkinek több van, hiszen van egy mobilunk, ami szintén általában netelló, ha valakinek okostelefonja van, ugye. Van számítógépünk, ugye, ami szintén a netelló, van, akinek még táblagépe, van, akinek laptopja is van, van, akinek munkahelyi gépet is, hogyha ezekbe így mindent beleszámolunk, akkor általában van 4-5 olyan eszközünk is, ami netelló. Itt most az más kérdés, hogy most az egy előfizetéssel van, vagy többel, de 2 előfizetés már azért nagyjából mindenkinek biztos, hogy van a tulajdonában, ha más nem az otthoni internet, plusz a mobilja, ha van rajta net. Az már minimum 2 előfizetés. Tehát ha így számolunk, akkor simán az egész világot, tehát ugye azt a közel 7 milliárd embert lassan lehet ennyivel számolni. Már lehet, hogy most is, bár azért még lehet, hogy ez kicsit erős, de 2020-ra még akár igaza is lehet Erik Schmidtnek. Így módon. Aztán nézzük, mi van még itt. Elnapolták a döntést a Samsung VS Apple ügyben. Ugye folyamatosan zajlanak most már évek óta a szabadalmi perek. Az Egyesült Államokban működő Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság elnapolta a döntést abban a kérdésben, hogy az Apple megsértette a Samsung szabadalmait. Ugye ide-oda dobálják a problémát, tehát a szabadalmi ügyeket. Ugye tavaly nyert pert az Apple a Samsung ellen, 1 milliárd dolláros kártérítéssel. Azért az egy gyönyörű, precedens értékű döntés volt, és hát ugye vice versa működik ez, természetesen a Samsung is pereli az Apple-t az ő szabadalmai miatt. Az Apple és a Samsung közti szabadalmi harcban eddig főleg az Apple által a Samsung ellen indított eljáráson lehetett hallani, most azonban a dél-koreai cég elleneljárásával kapcsolatban érkezett hír. A Wall Street Journal beszámolója szerint az ITC, vagyis ugye a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, melynek jogában áll import tilalmat elrendelni az USA
korábban elnapolta az eredetileg péntekre tervezett döntést, az új dátum június 4-e hétfő. Tehát hétfőn lesz egy tárgyalás, aminek valószínűleg lesz valamilyen eredménye, hiszen ez most már egy olyan tárgyalás, amin döntés is fog valószínűleg születni. Nem véletlenül napolják el, tehát ezt még nem tudtak dönteni. Tehát ez lehet, hogy annyi lesz, hogy ez már nem is tárgyalás, csak egy ítélethozatal. Valaki bűnös, az biztos. Tehát ha már per van, ott valaki bűnösen fog kijönni belőle, ezt tuti. Na, kíváncsi leszek, hogy ki nyer. Jó. Frissítek gyorsan egy Facebookot. Még van egy pici időnk, úgyhogy tessék nyugodtan hívni is, ha kell, és kérdezni szeretnétek. Norbi szeretne tőlem választ kapni arra, hogy elmagyaráznám, hogy mi a különbség az IMAX 3D és a sima 2D mozi között, jobb-e a kép. Egészségedre, Krisztián. Többféle 3D létezik moziba is, tehát az IMAX az csak egyféle 3D, létezik az úgynevezett Pure 3D, vagy nem is tudom, hogy lehetne nevezni, de abból is többféle van egyébként. Itt Magyarországon is, Magyarországon kétféle változat van az IMAX, ugye, illetve van a sima 3D, nem tudom másképp mondani, csak az, hogy a sztereotipikus képalkotással, ugye, szemüveggel kell nézni mind a kettőt egyébként. Hasonló az eljárás egyébként mind a kettőnél. A sima 2D-hez képest annyi a különbség, hogy 3D. Bár gondolom, itt a 3D-re gondoltál egyébként, tehát az IMAX 3D és a sima 3D közti különbség. Ezt nem tudom neked 100%-osan megmondani, de a képalkotásban vannak különbségek, én úgy tudom, tehát az eltolásban van különbség. Jobb a képe? Hát valamiért biztos jobb a képe az IMAX-nek talán. Talán nagyobb is ugye abból a felület, tehát ugye maga a képernyő, amin játsszák, illetve ez nem csak a képi alkotásban más, hanem elvileg a hangban is más, tehát egy kicsit felturbózott minőségi prémium HD. HD? Hát a HD-nél az jó. Prémium 3D. Mondjuk így. De a pontos különbséget nem tudom neked megmondani technikailag, úgyhogy ennek utána kéne olvasni, de azt te is meg tudod tenni a neten. Persze, ha bárki tudja, akkor válaszoljunk Norvinak a kérdésére. Így módon. Aztán Dani kérdezi tőlünk. Hi Wendy, lassan tervezem Blu-ray író és külső 2,5-es USB 3-as HDD beszerzését. Új konzolokkal szerintem elterjed majd a Blu-ray. Most a kérdésem a következő, én ebben nem vagyok annyira biztos egyébként, bocsánat, hogy így megzavarlak a gondolkodásodban, ugyanis az optikai meghajtók kora lejárt, én úgy gondolom, mint az SSD miatt ugye a flash alapú meghajtók azok, amik inkább terjedőben vannak. Nem azt mondom, hogy teljesen ki fog halni az optikai meghajtó, a Blu-ray az ugye a DVD utódja akar lenni már jó ideje, hiszen nem egy új technológia ez. És ha eddig nem terjedt el, miért most terjedne? Nem hiszem, hogy a konzolok miatt olyan nagyon elterjedne. Tehát az eddigi konzolok is tudták már a DVD-t is, illetve valamelyik már a Blu-ray-t is tudta olvasni. Lement az ára is, ez pont azt jelenti, hogy kevésre a kereslet. Az én kis laptopom, ami szintén nem mai darab, is tud Blu-ray lemezeket olvasni. Tehát én tudok, még írni is tudok, azt hiszem bele. Tehát innentől kezdve nem, ez már annyira nem buli az optikai meghajtó. Na, de a kérdésedre visszatérve, most egy DDR3 8 gigás RAM-om van, 1,333-as, szeretnék még 8 giga RAM-ot, az jót tenne a Blu-ray íráshoz, a külső HDD-re másoláskor, előre is köszi. Hát nem a memóriában, a memória annyira nem számít file mozgatáskor. Megint csak azt mondom, hogy flash alapúban gondolkodjunk. Tehát a flash alapú meghajtókban gondolkodjunk, lásd SSD, na ott fontos a sebesség, de ott sem a memória, ott ugye a SATA-nak az átviteli sebességét lehet, illetve magának ugye az SSD meghajtónak az írási olvasási sebesség az jóval magasabb mondjuk egy vinyóénál, 10-szer is akár, vagy még többször. Tehát ezzel lehet gyorsítani igazából. Nem kell annyira sok memória, pláne 8 gigád van így is. Tehát 8 giga az bőven jó, hát ez túl van tervezve alapból. Ugye? Tehát azt szoktam mondani, hogy 2 giga az úgy jó, 3-4 giga, 4 giga az optimális, a 8 már az már fullos. Tehát és még 8-at akarsz, lehet, ha elkezeli az alaplapot, tesz be 16 giga RAM-ot,
de úgy gondolom, hogy nem fogod kihasználni, tehát felesleges. Ezért több memória. Magához a Blu-ray íráshoz meg nem kell memória annyira sok. Tehát ugye itt a szoftvernek kell betöltődni a memóriába, az nem vészes. Ha csak nem transzkódolsz közben, de oda meg proci kell inkább, és memória, meg esetleg egy jó videókártya, hogyha azt szeretnéd használni a transzkódoláshoz. Ezzel tudsz gyorsítani némileg a videók transzkódolásánál maximum, de adatok kiírásánál, vagy egyszerű, mondjuk úgy, hogy Blu-ray átírásnál nem számít annyira. Számít persze, jó, ha sok memóriád van, de 8 giga is bőven elegendő. Tehát szerintem ezért felesleges még memóriát bővítened. Úgyhogy Dani, nem tudom, mit látsz ebbe a Blu-raybe, de annyira nem tudom. Én nem nagyon. Én teljesen leszoktam gyerekek egyébként az optikai meghajtóról, tehát ebben a gépben benne van, meglepődve egyébként, mert a régi laptopomban az ilyen kis laptop volt, nem is volt optikai meghajtó, és én annyira megszoktam, hogy nincs, hogy nem is használom, tehát ebben 2 éves a laptop, szerintem ebben összesen 2-3 alkalommal járt egyáltalán bármilyen lemez is. Tehát egyszerűen nincs rá igény. Az adataimat az külső vinyóra, pendrive-ra mentem, vagy felhőbe. Ritka, hogyha bármikor is az ember lemezen kapna bármit, amit meg kellene nézni. Tehát mostanában én nem nagyon használok lemezeket. Nem tudom, mikor vettem utána, nem tudom, mikor írtam utána a DVD-t. CD-t írtam a múltkor, vagy másoltam egész pontosan, hogy a kocsiba tudjak zenét hallgatni. Ennyit tettem körülbelül. Tehát MP3-okat csináltam belőle, több CD tartalmát, ugye ki tudjam, ne CD-ket kelljen cserélni, hanem átkonvertáltam MP3-ba, és akkor ugye úgy sokkal több szám fölfér rá így MP3-ba, és azt hallgatom a kocsiba. De ennyi gyakorlatilag a történet. Azt csináltam, de azt is már nagyon rég szerintem, még nyáron. Tehát lassan egy éve. Úgyhogy jó, hát vannak olyan emberké, akik ugye nem is tudom milyen tartalmakat, filmeket, ilyesmiket kiírogatnak otthon DVD-re, hogy legyen meg, mi? Amit letölt a netről, hát ott kell is, persze, oda kell a lemez hegyek kellenek, pláne ha ismerősnek át kell írni, mi? Fú, milyen dolgokról beszélek itt már megint. Nem szabad ilyeneket csinálni, jó? Na, neved magadra, Dani, itt most nem téged csesztelek le, hogy úgy mondjam, csak mondom, nekem furcsa, hogy te Blu-ray miatt akarsz gépet bővíteni. Jó, na, hát ennyi fért a mai restartba. Én köszönöm szépen a figyelmeteket, természetesen holnap is lesz adás, úgyhogy érdemes nézni bennünket, ugyanígy 5 órától. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.